Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy heti jóslás április 30-áig. Mielőtt elkezdeném elemezni a képeket, mondanám azt, hogy hónap végén mindig megjelenik az ingyenes hírlapom. Erre feljelentkezhettek e-mailen keresztül. Minden hónapban van egy téma, egy asztrológiai előrejelzés, egy havi angyal, és minden hónapban van egy kedvezményes jóslás asztrológiával. Április 27-én olyan nyugtalan minden. Hiányzik a bátorság, a lelkesedés, úgy érzed, nem tudod védeni magadat, fáradt és kimerült vagy. Április 28-án van egy Lilith energiamező. Ez aktiválja a vágyakat, az álmokat, az elképzeléseket, de ezúttal úgy tűnik, hogy ezt nem tudjuk megvalósítani. Az is lehet, hogy mások mondják azt, ne álmodozz, ebből úgysem lesz semmi. És most megnézzük a kártyák üzenetét. Itt az első képen a kelyhekről van szó, ami kihat az érzelmekre. Itt a kettes szám utal a párkapcsolatra rád és őrá. De óvatosnak kell lenni, hiszen a környezetben megjelenik az ördög. Sőt, itt látható egy magabiztos nő, aki figyeli a dolgokat, parancsolgat neki, de ez az időszak elmúlik, hiszen a tolvaj eltávolítja ezt a nőt, eltávolítja a hamisságokat. Ami őt illet, itt vannak magas célok, amit ő szeretne elérni. Sőt, itt vannak kapcsolatok, ezek tudnak jó hatással lenni rá, mert segítenek ezeket a célokat elérni. De ezek a kapcsolatok lehetnek hamis kapcsolatok is, hogy valaki figyelgeti őt, irigy rá, kíváncsi. Tehát itt az ördög a közelben azt jelenti, hogy nagyon fontos lenne óvatosnak lenni. Ő kicsit hibázik, hiszen fogva tart valamit, nem tudja elengedni a dolgokat. Úgy érzi, hogy ez jelenti a biztonság érzetét. De nem veszi észre azt, hogy ott ül a kincses ládán. És csak akkor tudja kinyitni a kincses ládát, ha elengedi az érméket. Ha elenged valamit, akkor itt lesz egy új kezdet, sőt, előre mennek a dolgok. Itt van több ajánlat. Itt mérlegelni kell a dolgokat. Tegyem, vagy ne tegyem, melyik lehetőség jobb. Itt a tízes szám jelent már egy új kezdetet. Itt is megjelenik a tízes szám. Itt munkáról, hivatásról, anyagiakról van szó, és itt ennél a kártyánál érzelmekről van szó, kihat a párkapcsolatra. Ő kis lépésekkel előre halad, de kimutatja a bátorságát. Te ott vagy a közelében, mint egy királynő, és uralkodsz. Uralkodsz a levegő eleme felett. Az jelenti a komoly döntéseket, a kommunikációt, vagy a szabadság érzetét. Te, ha egy hölgy vagy, el tudsz engedni bizonyos dolgokat. Ő még meg akarja tartani a múltat, amikor még úgy érzi, az jelenti a biztonságot. De itt hamarosan lesz egy levél, egy hír, vagy egy szerződés, és ezáltal majd változnak a dolgok. Lesznek körülötte emberek, akik segítenek neki, kihúzzák ebből a vízből,
Tehát megvan a segítség, és itt látható ez a megújulás. Lesznek változások. Ő elhagyja a könnyek mezeit, és új irányba fog tekinteni. Itt is vannak kapcsolatok a múltból, vagy munkahelyi kapcsolatok. És látható, hogy lesznek változások, mert ő ezt a döntést fogja hozni. De mielőtt indít, beszél majd veled. Kikérdezi majd a te véleményedet. Tehát együtt fogtok egy új irányba tekinteni. És ez volt a heti jóslás. Köszönöm a figyelmedet, kívánok minden jót, nagyon sok szeretettel, Denderá!